hát szerintem elrébb jöjjünk. Hogy vagyunk? Igen, így vagyunk. Hát csak meg kell dönteni, bocs. Jól mondom? Ez egy nagyon nagy izé, hogy nem látom, hogy mit veszek föl, tehát ez egy nagyon nagy hátrány. Középen. De nem vagyok sztár, hagyjatok már. Megy a felvétel? Olyan vagyok, mint Bartos. Megy a csölvétel! No, hát itt, ahol Dávid jön, meg Attila áll, itt már mindjárt láthatjátok is. A bakterháznak a kerítése, és ezzel párhuzamosan ment az 51-es villamos, ugye befelé a város felé, illetve nem messze innen volt a használt cikk telepi végállomás. Hát ott Attila próbálja pucolni, meg ott bement valameddig, de igazából nehezen járható gyalog is ez a terület. És itt ez a kerítésen belül, itt volt a bakterház, ami már le van bontva. Tőlünk balra megy a Lajos-Mizsei vonal. És amit megtaláltunk még, az egy érdekes dolog, és igazából veszélyes is. Itt nem tudom mennyire látszik, a bakterháznak a kútja. Egyáltalán nincs lefedve, tehát igazából ezért lehet veszélyes elhagyott helyeken főleg egyedül közlekedni. Vágás, az 51-es villamos Lajos-Mizsei sorompójánál vagyunk. Ahova a kamerát tartom, ott már gyakorlatilag teljesen áthatolhatatlan dzsungel van, de mögöttem látható a Lajos-Mizsei vonal keresztezése, és nagyjából ki is adja magát, hogy hol ment a nyomvonal. Körülbelül innen, csak egy kicsit beljebbről, a dzsungelből készültek a homepage oldalon azok a színesben is látható fényképek, ahol itt jön a villamos, ugye biztonsági megálló volt, alakjelző és sorompó. Itt tőlem balra volt a bakterház, ugye volt egy őrhely, ahol tekerte a bakter a sorompót, és bent szintén a dzsungelba még nyomait lehet látni a volt bakterháznak. Ennek az érdekessége, hogy nem csak a villamos és a vasút keresztezte magát, hanem ugye a villamos elődje a Cséri vasút idejében, sőt még egy darabig a villamos idejében is látszott. Itt abból az irányból, Lajos-Mizse felől egy ilyen deltavágány-szerű, hát nem klasszikus deltavágány, de volt egy összeköttetés a két vonal, a Cséri vasút és a Lajos-Mizsei vonal között. És hát akkor átmegyünk a túloldalra, megnézzük, hogy nem jön-e a vonat, nehogy elüssön minket a Deziró. Ugye itt van ez a patak, és látható, hogy hát gyakorlatilag ez a védőkorlát, ez követi a villamos nyomvonalát. Itt ment a villamos arra befelé, de hát ott már magánterület el van kerítve, meg az is nagyon be van dzsungelesedve. És még egy érdekesség van. Itt a vasút előjelzője felé nézünk. Ez megint csak tipp, hogy találtunk itt egy beton darabot, egy kis beton gerenda darabot, ami ez az oldala itt, ugye le van csapva, úgy tűnik, ez az oldala meg itt el van törve, ez nagyon könnyen lehet, hogy a szemétvasút, illetve villamos és a MÁV vonal közötti biztonsági határjelző volt. Vágás az egymást megközelítő vágányok váltónál, vágányátszeléseknél, ahol a két űrszelvény összeér, ott elhelyeznek keresztbe egy ilyen gerendát, fehér-fekete-fehérre festik, és ez jelzi ugye a járművezetőknek, tolatásvezetőknek, stb., hogy odáig lehet menni, különben amíg nem veszélyezteti a másik vágányon közlekedő járművet. Most vasutasoktól elnézést kérek, hogy nem egy szakszerű, utasításszerű leírás mondtam, de hát már jó pár éve nem dolgozok a vasútnál, és már nem tudom fejből ezeket a meghatározásokat. Vágás!
És akkor a felfedező kollégák, akik jobban bejárták a bakterháznak a területét, ők kijönnek most itt a... Voltam, csak most találtam ki felé. Igen, Attila azt mondja, a tavalyi forgatásnál maradt itt, akkor felejtette itt őt a stáb, és most talált ki a dzsungelből. Találtunk egy kis polákot itt nem messze a Lajos-Mizsei sorompótól, egy ilyen teljesen kibelezett kerekek, meg minden nélküli kis polákot, de beleülni bele lehet, úgyhogy meg ki is próbáltuk. Egy kicsit hülyéskedtünk benne, hát nézzétek meg. Na csapassál valamizét! GTA-t, srácok! Egy csak így menet közben beülsz! Vágás! Dáviddal megyünk, kispolákkal, kivettük az első ülést, hogy beférjünk. Dávid, csapassuk akkor, én vagyok a Midfire. Na, nyomjad neki, de már rajtzászlót már engedik. Egy szigorú balos 300 méterre! Vágás! Ja, behúzott kézifékkel megyek, na nem baj. Vágás!